Köszöntöm a SpaceBridge nézőit! Bizony jó pár hónapja annak, hogy a G1-es képregény nyomába című videó rovattal foglalkoztam, amiért elnézést is kérek azoktól, akik ezt a rovatot kedvelik a legjobban. De az utóbbi időben próbáltam egy kicsit bővíteni a csatorna kínálatát, ahogy ti is észrevehettétek. Több új témában is ugye csináltam videókat, amik remélem, hogy elnyerték a tetszéseteket. Most viszont teljes sebességre kapcsolunk a G1-es képregény nyomába című rovatban. Elkezdem nektek bemutatni a Transformers képregény 1996-ban kiadott, 29. számában megismert stuntikonokról készült figuráimat. Kapásból mindegyikből kettő verziót is. Nézzük az első választottatomat a csapatból, Dragstrippet, viszont előtte megmutatom nektek a figura dobozát is itt is lenne akkor az előbb említett figurának a doboza, és hát srácok, egy ilyen tipikus legesztis doboz, viszont a kisméretű, 19,5 centi, nagyon sokat nem akarok vele foglalkozni, szerintem tisztában vagytok, hogy ezek a dobozok milyenek, az elején van egy klassz artwork, itt Drag ugye alt módba, az oldalán láthatjuk ott közelről az arcát robotmódba, kicsit távolabbról, de ugyanaz az arcvört ö, szintén robotmódba. A hátulján pedig láthatjuk akkor már magát, a figurát robotként, járműként, azt láthatjuk, hogy ő egy az ötből, a menasor setből, Igazából ugye ez fontos lehet, mert meg kell vennünk mind az öt figurát. Láthatjuk továbbá itt ezt a QR kódot, amit hagyok, hogy beszkenneljétek, és akkor igazából meg tudjátok nézni a figurának a kis rövid adatlapját. És azt nézem, hogy 17 lépésbe átalakítható a figura alulról. Ezt mutatja nekünk a doboz, fölülről ezt mutatja nekünk a doboz. És ahogy mondtam, nem is kívánok vele sokáig foglalkozni, még megmutatom ezt az oldalát. Nos, szerintem megnéztük kellőképpen, megmutatom nektek stripet a G1-es képregénybe. Itt is lenne akkor az a G1-es amiből megtalálható az ő jellemzése, karakter leírása. Ugye látjátok, hogy a 96-os 30. számról van szó. Hát majd egyszer oda is eljutunk, hogy ezt is bemutassam nektek. És akkor itt van ő, ahol magyarul ugye Kolonc néven szerepel. Láthatjuk őt robotmódba. Javaslom, hogy nézzétek meg alaposan, mert a figurához érdekes, tehát így viszonyításképpen. És láthatjuk őt jármű módban. És igazából, hogyha megfelelően megtartom nektek, akkor uh, nagyjából el is tudjátok olvasni az ő jellemzését. Na, ennyit akkor az ő G1-es megjelenéséről, és akkor viszont most már itt az ideje, hogy nyissuk az űrhidat. És itt is van akkor kolonca a Legacy szériából, természetesen az altmódjában, ami valami igen érdekes versenyautó, de mindig is ilyen volt. Mindenesetre azt mondom, vegyük szemügyire közelebbről. Nos, srácok, itt van előttöm, előttem ez a figura, és nem győzök rajta ámulni, hogy az altmódja milyen jól visszaadja azt a külsőt, ahogy Drag megismertük a G1-es képregényben. De tényleg, tehát gratulálok a hasbro -nak. gyönyörű, tehát nagyon-nagyon szépen a szerintem ez a figura, legalábbis számomra tökéletesen megfelel. Na no, de nézzük akkor a figurának a gurulását. Hát... Ö ami nagyjából egy vasalóival vetekszik. Mondjuk ez a polcon engem nem zavar annyira, de ha ezen a simak asztalon nem gurul rendesen a figura, akkor megmondom őszintén, hogy uh, itt ezt egy kicsit volna át kellett volna gondolni. De hát ez van, srácok, nem gurul rendesen a figura. Haladjunk tovább. Nézzük akkor a kidolgozottságát és a színezését. Mert egyébként szerencsére csak egyetlen egy problémám van ezzel a figurával, az a gurulás. Viszont nagyon-nagyon szépen megvan van neki csinálva, ha megnézitek a motorja, kellőképpen fényes, fémes, krómos hatást ad nekünk. Ööö, gyakorlatilag a színezése az olyan, mint a képregényben, nagyjából kisebb eltérések vannak, de semmi olyan, amit föl lehetne róni. Álca szimbólum itt az elején, kettő darab vörös versenycsík van itt ugye a hátsó szárnyon, itt az elején az autónak, illetve egy szintén megtalálható még az oldalán is mind a két oldalt. Tetszenek a kerekei, az nagyon nagy királyság, hogy <coughs> bocsánat, hogy négy kereke van neki ugye elől, tehát összesen ugye kettő-kettő, mert megmondom őszintén, nekem ez az első dragstrip figura a birtokomba, aminél ez így van megvalósítva, pedig ez így volt a G1-es képregényben is, úgyhogy a figuránál is így kell lenni. Hátulról ezt mutatja, <coughs> semmi extra szerintem, de igazából úgy néz ki, hogy kell. Tehát így azt mondom nektek, hogy hát a pilóta fülke, az azt mondom, hogy szó-szó, itt volt egy kis kompromisszum a figurának a fejével, tehát elvileg ide ez egy ülés, ahova be kéne tudni ülni egy ilyen emberkének. Hát jó, mondjuk, hogy ülés, és akkor rendben elhisszük. De egy első ránézésre szerintem ez se zavaró, tehát nem mutat rosszat. Alulról ezt mutatja nekünk, igazából ennek itt most nincs jelentősége. A egyesítésnél majd lesz majd ezeknek a csatlakozási pontoknak nagy szerepe. De hát azt majd később Ugye rátérünk arra is, én úgy gondolom, megnéztük kellőképpen, illetve még csatlakozás, akkor kettő darab pont van rajta, ahova a kettő darab fegyverét rakhatjuk a figurának föl, amik így néznek ki. Két ilyen pisztoly, eléggé hasonlít egyébként Kolonsnak a képregénybeli fegyverére, szóval azt mondom, hogy rendben vannak, bár ott neki csak egy volt meg. Egyébként tényleg szép ez a lilás ö, agy, és akkor rajta a fekete távcső, meg a fekete puskacső, egyébként a kettő van darab, kettő darab ilyen kiállás aminek a segítségével így, ha akarom, akkor tudom egyesíteni, és akkor lesz egy ilyen dupla csövű pisztoly, aminek dupla markolata van. Ez nekem mondjuk annyira nem tetszik, de van rá lehetőség, hogyha erre vágytok. És akkor igazából ezt a kettő fegyvert föl tudjuk ide rakni, amivel kapcsolatban úgy vagyok, hogy az egyik szemem sír a másik nevet, mert egyrészt örülök neki, hogy föl lehet a fegyvert, de én mindig azt szerettem az ilyen figuráknál, hogy el lehet rejteni a fegyvert, tehát hogyha nem látszik nekik az altmódjukba. Nos, ő rajta lá... És így néz ki, és azt mondom, hogy itt az ideje akkor egy összehasonlításnak. Kezdésképpen két kis kedvenc humánommal mutatom nektek. Ö, hát igazából beleülni nem tudnának, de azt mondom nektek, hogy végül is méretben nem olyan rosszak hozzá képest. Haladjunk tovább. Így mutat akkor a figura Optimus és Jazz mellett az altmódjába. ma jó, szerintem rendben. Van. És akkor így néznek ki egymás mellett a Kingdomos Mirázsal, uh, amit már Toyhexes Maticával díszítettem, ugye erről korábban készült videó. Hát látjátok, mind a kettő elég szépen így most föl van fegyverezve, de mind a kettő valamilyen forma egyes versenyautó, mondjuk ezzel nem tudok uh, zöldágra vergődni, tehát ha tudjátok, akkor írjátok már meg, hogy tényleg létezett ilyen autó valaha is vagy ez csak valami ilyen fantáziaszüleménye. szüleménye. Na minden esetre szerintem jól néznek ki egymás mellett, és akkor mehet a verseny a kettejük között. De most nem fogunk velük versenyezni, hanem átalakítjuk drag strippet, robotá, ami szerencsére tényleg csak egy pár lépés, tehát ez nem is pár lépés, de azt mondom, hogy szinte nagyon könnyű, tehát szinte saját magát átalakítja a figura. Azzal kezdjük, hogy leszedjük róla a fegyvereket, ugye ez egy viszonylag egy egyszerű dolog, Ezután pedig, ami nagyon fontos, hogy ne próbáljuk meg így kiakaszgatni, itt van rajta ugyanis kettő darab horog beakaszva, ami könnyen eltörhet, tehát könnyen lepattanhat. Mindenképpen azzal kezdjétek, hogy itt kiakasszátok alul ezt a kettő panelt, ami nagyon könnyedén kijön, és ezután pedig egy kicsikét így fölfele megemelve, Akasszuk ki ezt a két picike horgot. Jó, hogyha ez megvan, utána csak így egyszerűen lehajtom a lábait, és visszacsukom ezt a két panelt, szétválasztom a figurának a kettő lábát, kihajtom a talpait, megfordítom ezután így a derekát, hogy a motor így hátrafele nézzen, és ez lesz a figurának a hátulja. Ezután pedig fölhajtom itt ezt a panelt, mondom ezt itt fölhajtom, mm, így. Ugye ide volt rögzítve, és gyakorlatilag itt csinálunk most egy olyat, hogy ennek van egy ilyen dupla hajtása ebben a állásban. Szerintem körülbelül álljatok meg, és nem ne menjetek tovább. Utána pedig ki lehet innen, hát akár ezt itt fölhagyjuk, a egyik kereket, a másikat, utána innen kihúzom neki a kezeit. Ezek igazából itt vannak rögzítve, szóval nem kifele húzom, hanem fölfele így magunk felé egy picikét megmozgatjuk, így az egyiket, és így a másikat. Jó, hogyha ez megvan, akkor a kicsit instabil lesz a figura, de ez miatt nem kell megijedni. Itt utána elfordíthatjuk így, hogy lefele nézzen az, ami eddig fölfele nézett. Szétválasztom itt ezt a középső illesztést, és lehúzom neki az egyik és másikat. Kihajtom innen a fejét, és most jön az, hogy ezt itt gyakorlatilag be kell igazítanunk, és ez a kettő csatlakozó ide menjen bele a vállához neki, így. Jó, uh, itt erre kell még figyelni, hogy <coughs> ezt itt egyenletesen becsukjuk, tehát itt én most ezt elrontottam egy picit, de mutatom, hogy ez ide, jó, oda helyére kerüljön, és akkor most, így meg kicsit laposabb a hasa neki. Na, ezután még annyi van, hogy a vállainál elfordítjuk ezt a kettőt, ez miatt különben nem lehetne fölhajtani a karjait neki, és ezt a kettő panel pedig átfordítjuk itt így, az egyiket és majd a másikat, ami az alkarján van neki, és innentől kezdve mozgatható neki a karja, és lényegében kész is, rácok! Itt áll előttünk Drag akkor Robot ő az az álca, akinek egyébként a nyerés a mindenre, de nézzük is meg közelebbről, kezdjük is akkor a vizsgálását a figurának. Nézzük is akkor meg közelebbről a figurának a fejét, amire azt mondom nektek, hogy első ránézésre tökéletes. Legalábbis előről, ugye hátulról van nekünk egy olyan problémánk, hogy van egy lyuk a fején, tehát egy ilyen elég üres fejű lett a figura, de eltekerem nektek a fejét, megmutatom. De ugye ez azért van, hogy a pilóta fülke olyan legyen, amilyen lehet. Végül is azt mondom nektek, hogy ez legyen a legnagyobb baj, tehát engem ez így igazából nem zavar. Szerintem nagyon jól visszaadja a G1-es fejét neki, megvan neki tényleg a szemüvegrész, a fül, stb. Sisak. Na, jól néz ki. A a vállaival úgy vagyok vele, hogy ezt valahogy megoldhatták volna ezt a kettő elemet, mert ez nem volt neki ott a képregénybe, de szerencsére nem korlátozza le a mozgásba, és annyira nem zavaró. Viszont az nagyon-nagyon pluszpont, hogy a kerekeket ide hátra lehetett hajtani a másik mögé, ez így nézett ki a képregénybe is. Az alkarján van egy kis kompromisszum ezzel a panellal, de én azt mondom, hogy ez se zavaró, a torzója az kimondottan jól visszaadja a képregényt, a lábaiba meg nem lehet belekötni fiúk, az abszolút olyan, ami ennek kell. Hátulról ezt mutatja, itt azt mondom, hogy igen, hogyha ez a kettő panel ide valahogy lehajlott volna, az még a hátát is megdobta volna, de igazából az is rendben van. Mozgathatóság szempontjából tökéletes a mozgathatóság, a figurának teljesen körbetekerhető a keze, fölhajtható a vála, eltekerhető az alkarja, a csuklóját nem lehet elmozgatni, valószínűleg ez miatt a panel miatt, de annyira nem zavaró, a derekát viszont körbe lehet -e forgatni, ami azért király dolog, mert egyébként egy kombinátorról beszélünk, és ketté fog válni majd a figura. A lábait, a spárga az nagyon jól megy neki oldalra, nagyon jól lehet mozgatni a hátra, előre, térdbe hibátlanul hajlik, ha akarjuk körbetekerhetjük neki a lábát, és természetesen a bokáját is meg tudjuk neki egy kicsit biccenteni egy oldalra, nem is kicsit. Úgyhogy szerintem mozgathatóság szempontjából tényleg kiváló a figura. Mutatom nektek akkor a fegyvereivel mit lehet kezdeni. Lehet azt csinálni, hogy belerakjuk neki a kezébe, hogy az egyiket mondjuk így értelemszerűen így, a másikat pedig akkor, ha akarjuk, akkor földobhatjuk neki ide a hátára is akár, és akkor igazából elférnek a hátába, a kezébe. Csatlakozási pont egyébként itt is van neki, itt is van neki, ugye a kezei értelemszerűen, illetve akkor a hátán is van neki, meg a lábain is. Szóval effekt pontokkal teli agathatjuk őket. Egyébként az effektek ráerőthetetőek a fegyverekre, szóval, ha szeretnétek, akkor rakhatunk rá azt is a polcon, és akkor mehet a lövöldözés. Na, úgy gondolom, hogy megnéztük kellőképpen neki a robotmódját, a mozgathatóságát, a kidolgozottságát, itt az ideje az összehasonlításnak. Így néz ki akkor Dragstrip a humánokkal, és ebben a módjában neki a magassága, a feje bubját nézzük, akkor 12,5 centi. De haladjunk tovább, így mutat akkor optimus és Jazz-zel, szerintem teljesen jól néz ki a két figurához, tehát euh, Jazz nem alacsonyabb nála, Dragstrip nem magasabb nála, optimus képes, meg kellőképpen alacsony. Na, nézzük akkor a következőt és egyben az utolsót, aki nem más, mint Mirázs, ő így néz ki mellette. hát, srácok szerintem rendben vannak, de ennyit az összehasonlításról. Itt az ideje, hogy összefoglaljam nektek a véleményemet erről a figuráról. Összességében nézve, nekem ez a figura árérték arányban tökéletes srácok. Tényleg nincs vele semmi problémám. Azt mondom nektek, hogy ha gyűjtésre akarjátok, vegyétek meg, ha játékra szeretnétek, akkor is mindenképpen. És nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy itthonról is beszerezhető. Na, de most akkor Nézzük, mit illik tudni koloncról. Tehát akkor kolonc frakciója, álca, alcsoport, stuntikon, kombinátor, rendeltetése, harcos. Nézzük akkor koloncnak a jellemzését. Hát koloncnak minden a győzelem. Imádja a mámorító érzést, amit akkor érez, amikor valaki fölé kerekedik. Ez miatt mindenből versenyt csinál, és ha nyer, idegesítően viselkedik. Sokszor annyira, hogy társai ez miatt, ha lehet akkor igazából kerülik a társaságát, csak az miatt viselik el, mert ugye nélkülözhetetlen a csapatból. Hát ezzel végére is értünk ennek a videónak. Ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, megtisztelnétek, a feliratkoznátok, és köszönöm, hogy rám szántátok az időtöket. Sziasztok!